mulatságos, csípős és abszurd szatíra, amelyben egy falu halottjai feltámadnak, és ezzel komoly fejtörést okoznak az ott élőknek. Szabó Dezső Feltámadás Makucskán című művét tűzte műsorára az Új Színház. Nem sokára az előadás két szereplőjével, Gregor Bernadett és Vícián Otto színművészekkel beszélgetünk, de előbb pillancsunk bele a darabba. De ha eljön az este, egyszerre csak hátra bukik minden, és hűvös szárnyakon itt terem a valóság. Megnyílnak a dolgok, és ezt mondják: én az éjszaka vagyok, fölsóhajt a világ, és ezt feleli rá csöndesen. Én vagyok a halál. És akkor hívogatni kezd minden élőt a föld, hogy az, ami porból vétetett, ismét porrá legyen. Így lesz az élet teljesen részese a földnek. És ami igaz, az már szent igaz. Nincs is jobb a világon a drága anya földnél. Vendégünk Gregor Bernadett Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, és Vícián Otto Jászai Mari díjas színművész. Jó estét kívánunk, szervusztok! Jó estét kívánok! Isten hozta a halált. Ezt nem hagyhattad ki. És Kukeckinét is. Bár már emlegettük, hogy miről szól ez a darab, de azok kedvéért, akik esetleg lemaradtak róla, röviden ismertessük a cselekményt, természetesen a csattanók és a fordulatok lelövése, vagy a poénok lelövése nélkül. Hát ez ugye elég nehéz lesz. Nehéz lesz. Szabó Dezső novellájából, aminek szintén Feltámadás Makucskán a címe, írt Fazekas István egy színdarabot, Nagy Viktor rendezésében láthatják a kedves nézők az Új Színházban. És egy Zala megyei kis faluban valóban föltámadnak a halottak. A Szabó Dezső a novellájában nem írta meg azt, hogy miért támadnak fel a halottak, egyszerűen csak megtörténik. A mi darabunk első felvonásában viszont megismerkedünk azokkal az emberekkel, akik később feltámadnak, még akkor, amikor élnek. És Kupeckiné, ő melyik oldalon? Kupeckiné él és vérzik. Él és vérzik. Köszöni szépen. És szeretne is, azt követően is, hogy ezek a bizonyos halottak feltámadnak. Milyen bonyodalmakat okoznak ők a falu életében? Hát visszajönnek, ugye, és aztán van, aki a tartozását követeli. Tehát a lényeg az, hogy megtört, egy olyan helyzet alakul ki, amiben tulajdonképpen mindenféle konfliktus helyzet. És akkor ez felvetődik a kérdés, hogy ez mennyire jó, hogyha a halottak, akik ugye már a múltat és egyebet elvitték magukkal a sírba, egyszer csak megjelennek. Kupeckiné, mint ahogy mondottam, él és virul, tehát akit én játszom, egy karakterszerep különben, és egy olyan karakterszerep, amelyben lubickolni lehet, mert ezer szint lehet benne megmutatni. Egy olyan asszony, egy politikus feleség, aki, hát hogy fogalmazzak szépen, erősen szereti az italt. Tehát, hogy ez egy, nagyon szépen mondtam. Szépen mondtam, köszönöm. Ez egy színésznő számára elég nagy lehetőségeket biztosít a szerep eljátszásához. De mindenféle van benne, azt hiszem talán öt kis rövid jelenet, és aztán abban mindenféle. Minden szint. Hadd mondjam, de nem akarok semmilyen poént lelőni, hogy Kupeckiné azt mondta, hogy él és virul, de a darab során kétszer találkozik a halál. Ajaj. De ezek szerint megúszza? Ezt nem mondhatjuk, nem mondhatják el. De kétszer csak nem hal meg. Az még ebben a darabban is sok lenne. Egy groteszk, abszurd, fanyar, fekete humorú, ha jól sejtem. Olyan Szabó Dezsős, nem? Mert Szabó, hogy Szabó Dezsőről az egyik kortársa mondta, hogy ő rá minden igaz, és mindennek az ellenkezője is igaz. Tartották őt a sértődöttség Herkulesének és a különvélemény Toldiának, egy egészen elképesztő ember lehetett. Valóban minden igaz, és mindennek az ellenkezője is igaz rá. Van róla egy történet, ő tanár is volt, francia szakos tanár, és nem nagyon bírta elviselni azokat a diákokat, akik nem készültek, akik hanyagok voltak. És azok, akik így viselkedtek, azok meg el kellett menni hozzá éjfélkor. Ő kinyitotta az ablakot, és ott éjfélkor kellett elmondani az anyagot. Viszont Szabó Dezső abban az időben a temető mellett lakott. Úgyhogy volt egy egészen különleges humorérzéke. Furcsa humorérzéke, és egy egészen különleges hozzáállása a halálhoz. Lehet, hogy így indult a Makucska darab is. Elképzelhető, ott jöttek ki a gyerekek. Mi a legabszurdabb, túl azon, hogy valóban ezek a halottak feltámadnak? Tehát mi az, ami még titeket is meglepett a próbák folyamán, vagy meg nem? Na hát, hogy ilyen tényleg nincs. Hát a Szabó Dezső novellájában a halál nem szerepel, csak mint
elvont fogalom, de nem jelenik meg, mint nálunk. Fazekas István viszont beleírta a halált, mégpedig úgy, hogy a halál találkozik ugye az emberekkel, az élőkkel, és bizony a halált nem egyszer ki is játsszák. Tehát vannak olyan dolgok, amik még neki sem sikerülnek, úgyhogy még egy kis különleges fekete haláli humor is van a darabban. Mit üzen? Bocsánat, nem akartam közben. És hogy élőzene van benne. Ez a legjobb, azt igen. Azt nagyon szeretem. Rossa Levente egy zenekara, fantasztikus népzenét játszanak, és igazán sokat ad az előadás hangulatához. Anélkül, hogy még egyszer mondom, lelőnénk a poénokat, de mit akar üzenni? Hova akarunk kiukadni ezzel az egésszel? Van egy szép mondat benne. Nem biztos, hogy csak ennyi az üzenet, ennél sokkal több, de Esztergályos Cecília például, aki az uzsorás nőt játssza, aki meghal és föltámad, ő mond egy nagyon szép mondatot, ami így szól, hogy minden magyar felelős, minden magyarért. Ezt már akkor mondja, miután visszatért, és hogy ez egy olyan tanács, amit ő a túlvilágról hoz és az élőknek szeretné átadni. Számomra ez az egyik üzenete. És képzeld el, hogy a Gellért hegyen kutyasétáltatás közben én ezt mindig látom, a Szabó Dezső sétányon van egy Szabó Dezső szobor, és ez a mondat van ráírva. Nagyon szép. Említetted, hogy az a karakter, akit te játszol, ő erősen szeret inni. Na most azt is mondtad, hogy olyan színeket tud megmutatni egy színésznő egy ilyen karakter segítségével, amelyek egy kellemes, egy jó, egy kitárulkozós, egy igazán szórakoztató játékra adnak lehetőséget. De ugyanakkor ez veszélyes terep is, nem? Tehát hogyan segített titeket a rendező abban, hogy oké, abszurd, oké, nevettetni akarunk, meghökkenteni akarunk, de hogy ez ne forduljon át? Tehát hogy meddig tud ez, nem feltétlenül a jó ízlés szintjét akarom használni, mint kifejezés, de hogy meddig tud úgy maradni, ahogy azt ti szeretnétek? Szerintem nagyon fontos, hogy van a rendezőnek is egyfajta ízlésvilága, meg azt gondolom, hogy nekem színésznőként is van, tehát én azt gondolom, nem is vagyok az a fajta színésznő sem, az a lelki alkat, akiről azt gondolom, vagy nem hiszem, hogy átlépnék egy határt, és ebben a szerepben, különben pont az első jelenetben azt gondolom, az az abszurd meg a megdöbbentő, hogy amikor ez a nő bejön a színpadra, látszólag minden rendben van vele. Tehát látszólag egy viszonylag jó szituált nő, de ahogy viselkedik, ahogy beszél, az teljesen ellentétben van azzal, amit látunk. És nekem színésznőként azt hiszem, hogy ez benne az érdekes, hogy valami egészen mást játszom, mint amúgy egyébként tőlem mondjuk a nézők megszokhattak. Nagyon érdekes volt a próba folyamat abból a szempontból, hogy a szöveg is változott, miközben próbáltunk. Valaki mást mondott, vagy azt mondta, hogy esetleg nem lehetne ez, és Nagy Viktor, aki egyébként keménykező rendező, nagyon partner volt ebben. Hagyta, hogy kiéljük a kreativitásunkat, voltak jelenetek, amik egészen megváltoztak, és talán még jobbak is lehet. És előnyére váltat. Így van, igen. Ugye Szabó Dezső más regényeiből vagy novelláiból is fölbukkannak alakok, ahogy említetted. Igen, az a halál sem volt ebben. Például, igen, Farkas Miklós, akit Bánföldi Szilárd játszik, az Elsodort falunak az egyik szereplője, de teljesen olyan, mint hogy makucskán született volna. Szépen összeállt az egész, egy kerek egészé. És mikor játszátok? Legközelebb október 7-én és 8-án. Kéz és láttörést. Köszönjük szépen. Haláli sikert. Köszönjük. Nagyon köszönjük.